témával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 15 percen folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádión Gede Balázzsal és Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Néhány hallgatói üzenet. Tegnap házi orvoshoz volt időpontom, amit ő adott, idő előtti 10 perccel ott voltam. Az asszisztens jön ki remegő kézzel és hanggal, hogy az orvos elment, nincs többé rendelés. Mondom, 5-re kaptunk időpontot. Ő az orvos nagy cirkusz után végleg elment, soha nem jön már vissza. Úristen! Na most akkor nekem kell egy házi orvos, aki aláírja a beutolót, azt mégis hogyan? Atyai. Teszi fel a kör. De mi történt? Hát szerintem besokolt. Nagyon sok, olvastam valami hírt, nem fér bele a sajtószemlébe, hogy nagyon brutális adminisztrációs teher alatt nyögnek, mert például a gyerekeknek, a szülőknek nem hiszi el az iskola, tehát orvosi igazolás kell, hogyha a beteg vagy, és gyakorlatilag egyfolytában igazolást írnak, nem tudnak rendelni. Igen, ez ismerős nálunk is, a körzet is először elküldte a páromat finoman a melegebb éghajlatra, amikor ez a kontakt dolog volt, és ugye kérte, hogy teszteljék, mert hát egészségügyben dolgozik, sok emberrel fog találkozni, köztük krónikus betegekkel, nem szeretné továbbadni, ha baj van. Aztán visszahívta egy 10 perc múlva, és akkor kéztördelve kért elnézést, hogy hát nagyon nagy a terhelés, ő is ott ráadásul két orvos, tehát valakinek még a praxisát plusz éppen ellátott. De jól hangzik. Nagyon kemény. Kuba, az EU ne exportáljon demokráciát Fehér Oroszországba, le a szankciókkal, ugye? Kérdezi a dühös hallgató. Ironizálni próbáltunk az amerikai demokrácia importtal, elnézést kérünk. És most Donald Trumptól, és ha megbántottuk volna. Hírek. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Hát baleset történt már így kora reggel a 10. kerületben, a Kápolna utcában, a Kőrösi Csoma Sándor út előtt a külső sávban történt az esemény, illetve nem működnek a jelzőlámpák. A 16. kerületben, a Füredi utcában, a Szent Mihály útnál, mert egy jármű kidöntött egy lámpaoszlopot arrafelé. Nekem ezek vannak. Hát az útinform nagyon szűkszavon három sorban elintézi, hogy erősödik a reggeli forgalom. A főváros és környéki utakon, a bevezető szakaszon a szokásos reggeli fennakadásokra lehet számítani, írják ők. Így telítettek a sávok az M3-os autópályán, a 60-i és a Bagi szakaszon, valamint M0-as autóúti csomóponttól befelé, és sokan haladnak a 10-es főúton, Sajmártól Ürömig arra szól a forgalom. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na nézzünk. Vitaindító dokumentum. Ez lett a közlekedési központ, Budapesti Közlekedési Központnak egy kiadványa. A budapesti aktív és mikromobilitás helyzetéről, tehát hogy mi legyen például a rollerekkel, meg a kerékpárokkal, és a lehetséges intézkedési területekről, illetve bringasztráda hálózatról készült ez a vitaindító dokumentum. A főpolgármesteri hivatal és a BKK széles körben véleményezési és szakmai tervezési folyamatot indít el, hogy kimunkálja ezt az aktív és mikromobilitási stratégiát. Budapest is szeretne nyitni a gyaloglás és a kerékpározás felé, ezt nem használjuk ki az ebben rejlő lehetőséget, van a dokumentumban. A kerékpáros közlekedés aránya 2030-ra eléri az 5%-ot, a gyalogos közlekedés pedig a 15%-ot az utazások hosszát tekintve. A 10 pontos javaslat az aktív és mikromobilitás fejlesztésére például,
hogy az elővárosi utazások számát növelését megállítják, újraosztják a közterületeket, kényelmes, biztonságos, vonzó, gyalogos és kerékpárútvonal hálózatot hoznak létre, segítjük a közösségi közlekedéssel kombinált aktív és mikromobilitást, versenyképessé teszik ezt a dolgot, megvalósítják a teljes körű integrációt a tömegközlekedéssel, szemléletformáló kampány, szemléletformáló akciók, javaslat a hatékony szabályozásra és ellenőrzésre, és olyan szervezeti rendszeren dolgozunk, amely biztosítja a fenti intézkedések hatékony végrehajtását is, írja ez a 10 pontos javaslatcsomag. És a Bringa Strádáról is írnak, hogy szélesebb útfelületek, biztonságosabb csomóponti átvezetésekkel, gyors, közvetlen, akadálymentes, biztonságos és kényelmes kapcsolat a városközpontok, lakóterületek, munkahelyek között a korábbi kerékpár utakhoz, kerékpár sávokhoz képest. Hát nézegetem ezt a Bringa Stráda hálózati térképet, ami 2030-ra teljesedhet ki. Ugye nekem ez a bajom, hogy Dél-Budáról kicsit nehézkes eljutnom, meg időben is sok. Hát mire ott arra felé Bringa Stráda lesz, addig olyan mélyen trott leszek, hogy akkor meg azért nem fog menni ez a dolog, úgyhogy valamit lépnem kell. Egyébként komoly javaslatok vannak itt, ilyen, vagy jól hangzók, hát hogy mennyit lehet ebből megvalósítani, az majd kérdés, hogy megállítjuk, lassítjuk a városi és elővárosi utazások számának hát növekedését. Hát nem tudom, ezek nagyon komoly hát több millió, azt hiszem másfél millió ember jön be az agglomerációból minden egyes nap. Tehát ott P plusz R-ben, meg nem tudom miben, ott nagyon erősnek kell lenni, hogy azt a város határnál megállítsuk. Úgyhogy... Igen. Aztán, hogy hol tartunk most, a rossz idő miatt október és április között várhatóan lecsökken a kerékpárosok száma, adják hát vissza az autósoknak az elvett sávot, és a városvezetés folytassa le az elmulasztott előzetes konzultációt, amelyek során a körúti lakosokat, a kerékpárosokat, az autósokat, a boltosokat, a futárszolgáltokat is megkérdezik. Ez Fűrjes Balázs mondta a nagykörúti kerékpár sávról szólva, és hozzátette, hogy a Lánchíddal kapcsolatban, hogy a híd helyzete nem akkor lesz rendezett, ha megkötik a szerződést a felújításra, hanem amikor az be is fejeződik. Na, de a lényeg ez pont ez volt, hogy adják vissza. Egyébként szerintem nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet nekem, így elsőre. Hát de most mindenkit meghallgatsz, és minden... Nem azt, hanem, hogy áprilisban úgyis, vagy nem tudom, októbertől úgyis a rossz idő, kevesebb a bringás, akkor nem... lehetne visszaadni ezt a sávot? Nem tudom, hogy kevesebb a bringás. De igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, mert városi viszonylag rövid forgalomban sokkal nagyobb a tolerancia, ott egy esőkabáttal megoldható. Most az én dél-budai, egyébként van egy ember, 6 óra körül biciklizik a Balatoni úton minden nap, tök mindegy, hogy mi van. Hú, eső, hát ő egy nagy példakép, ülök a kényelmes autómba, és ott nézem, hogy mekkora pengei, meg mennyire nem. Szóval van ilyen is, de nem ez a jellemző, nyilván valamennyit visszaesett, de városi, belvárosi körülmények között szerintem akár az is elképzelhető, hogy nem jelentősen, úgyhogy ezt majd meglátjuk talán. Hát ez egy sokáig fennmaradó vita lesz. Viszont a madarak helyzete rendeződni látszik, vagy legalábbis valamiféle javulást történhet a madarak élet, budapesti madarak érdekében, mert hogy fontos. Bizony nem született. Könnyű nekik. Hát nem. Bár nálunk itt akkor a 600 van itt szembe a tölgyen, csak ti nem látjátok, mert ti háttal ültök neki. Majd időnként mondom, hogy milyen fajok bukkannak fel. Hát ott ülök, én is látom. Meg egyébként vannak kivételek, mert például Átkerben láttam madárházban olyan verebet, aki gyakorlatilag belenőtt a ketrecbe, tehát amikor még bement, még kicsi volt, és ott a hulladék magvakon olyan jól ért, és olyan kerek lett, hogy az már nem tud kijönni, és ő is rabbá vált gyakorlatilag. Tehát nem minden madárnak megy rosszul a sora. Na, de a lényeg, hogy együttműködési megállapodást kötött egymással a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Főkert Nonprofit ZRT a főváros élővilágának védelme érdekében. És itt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület több mint 4 évtizede küzd hazánk vadon élő állatvilágának megőrzéséért, ezért is fontos egy ilyen megállapodás. És a Főkert pedig 1867 óta gondoskodik a főváros legjelentősebb zöld felületeinek fenntartásáért és fejlesztéséért. A társaság mai kor kihívásainak megfelelően nyitni kíván az ökológikus zöld felület fenntartási megoldások irányába a természetvédelmi szemlélet erősödésével vagy erősítésével. És ennek következtében 18-án, szeptember 18-án úgy döntöttek, hogy egyesítik erőiket,
és ennek keretében a főváros vagy a főkert kezelésébe tartozó fák faegészségügyi vizsgálatai zoológiai felmérésekkel egészülnek ki a fákban élő védett fajok megkímélése érdekében. A nagyobb parkokban 1000 darab madárodót helyeznek ki, javítva ezzel a városi odúlakó madárállományok költési esélyeit. Úgyhogy lesz itt nekik jó világ. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.